két új modul, két új menüpontot kapott, optimalizálás, Katowice, optimalizálás, Katowice nincs átmenő vágás. Ez volt a példa 220 és 100-asból 5 darab, 50 meg 190-ből 5 darab, és ez úgy működik, hogy normálisan a legelső módszer szerint itt átmenő vágás kellett, ezt utána adja össze, és ezért nem tudta betenni. Ha nem veszük figyelembe az átmenő vágásokat, akkor ezt a három táblába tudja berendezni, mert itt esélyünk van arra, hogy elvágjuk a táblát vízszintesen. Sok alkatrésznél, tehát azért kapott két modult, mert sok alkatrésznél, ha ide még betesz egy hosszabb alkatrészt, betelt a program, akkor megtörténik, hogy nem lesz átmenő vágásunk, vagy nem ott lesz. Tehát itt alul kell átmenő vágást, nem tudjuk, sok alkatrésznél nagyon bonyolult lehet a szabálytérkép. Tehát ezért kapott két modult, hogy valamelyikkel meg lehessen oldani, és természetesen az összes előző modul az működik. Annak ellenére, hogy több, tehát négy táblából szabja le, a logikája az, hogy kell legyen egy átmenő vágás. Legjobban úgy lehetne ezt megnézni, hogyha egy nagyobb adatmennyiséget töltünk be, mert ebben az esetben, ha optimalizálok, akkor ez két táblából kijött, és mindenhol itt van egy átmenő vágásom, itt van egy átmenő vágásom van, és utána szabom ezeket darabokra. Ha az első módszerrel használom, megint találok mindenhol átmenő vágást, ha viszont a nincs átmenő vágással optimalizálok, akkor megtörténhet, hogy itt bonyolult szabás, tehát itt és itt nem tudom ezt az alkatrészt hogy kivágni, vagy megtalálom a módját, vagy nem. Tehát ezért kellett két modult fejleszteni, egy, amelyik biztosan teljesen helyesen hozza elő az adatokat, a másik meg, amelyik megpróbál az összes területet felhasználni ebben az esetben. Mindenhol van átmenő vágásunk. Tehát megtartottuk az összes eddigi modult, és hozzájött ez a kettő, ami adott esetben hatékonyabban képes optimalizálni, mint a megadott példában látszott.